kutatásokról egy pár oldalt írtam, illetve meghatároztam a céljaimat és hipotéziseimet, módszert eljárások, ami nagy részét alakítja a kutatásomnak a sztereotípiák és előítéletek egyetemi hallgatók körében, illetve iskolások körében ennek a felmérése, majd jött az irodalmi rész, ugye a cigány nép és kultúráról, elkicsi a római irodalomról, és hogy hogyan jelennek meg az autosztereotípiák az irodalomban, és magával itt Holdosi József munkásságával, illetve kísérményeivel foglalkoztam. És akkor melyek a kutatásomnak úgymond a kulcsszavai? A kulcsszavak a sztereotípia, előítélet, kultúra, cigány és romológia. Tehát, hogyha össze kellene foglalnom ezek a kulcsszavai a kutatásnak, a sztereotípiával kapcsolatban nagyon-nagyon sokféle meghatározás született. Már például az idegen szavak gyűjteményében a következőképpen határozta meg. Felszínesen általánosító vélemény, negatív, pozitív vagy semleges elképzelések és előítéletek együttese. Következő Hamilton tulajdonságok összességéről beszél a sztereotípiák által, ami lehet negatív is, illetve pozitív is. Campbell megkülönböztet kétféle sztereotípiát, amire a kutatásomat is alapoztam, az autó és a heteroszteotípia. Ugye az autoszteotípia az az, ami mindazok a gondolatok, amelyek etnikai csoport magáról gondolunk. Tehát mindazok a tulajdonságok, amelyeket magukról gondolunk, és a heteroszteotípia pedig, amelyek mások gondolnak rólunk, olyan negatív tulajdonságok. Következő, nagyon-nagyon fontos megkülönböztetnünk a sztereotípiát és az előítéletet. Tehát a sztereotípiákból, a negatív sztereotípiákból egyfajta általánosítás által születnek meg ugye a negatív attitűdök, az előítéletek. A következő fogalom ugye kultúra szó volt, ami a latin agrikultúra szóból ered, és amely ugye a jelentés a földművelés, de nagyon-nagyon fontos a művelésre, a művelés fogalmára figyelni, mert az a legfontosabb, ugye a kultúra, illetve a művelés, ami fontos. Tehát az évek során nagyon-nagyon sok meghatározás született szintén a kultúrára is, és az egyik ilyen a József Péterféle meghatározás, ami azt mondja, hogy a kultúra mindazok ismeretek, értékek, reflexek, viselkedési modellek és sémák, szokások és hiedelmek összessége, melyeket az egyén az őt felnevelő közegben a szocializáció során részint megfigyelhető, részint észrevétel módon elsajátít. Következő fogalmunk a cigány fogalma, amit ugye mondhatunk a romának is, 1877-es konferencia óta vezették be azt a szót, hogy roma a cigányra, amit azért vezettek be, úgymond, hogy mert a cigány szót azt lealacsonyítónak gondolták a népcsoportra, viszont ők ez ellen volt lázadás, hogy ők igenis kikérik maguknak és a cigányságnak szólítsák őket, ne legyen különbeli fasz, hogy roma. Azóta ez vitatott, hogy most cigányoknak vagy románoknak szólítjuk őket. Tehát kik is a cigányok? Ugye egyfajta népcsoport, melynek tagjai speciális nyelvi, kulturális, történelmi és fai jegyekkel rendelkeznek. Ez egyfajta meghatározása, illetve voltak olyan kutatók, akik azt szerint különítették el a cigányokat, hogy milyen fizikai tulajdonságokkal rendelkeznek. Például egy tipikus cigány az magas, nagyfülű, kicsit nagyobb a szóra, sötétesebb a bőre, de nagyon-nagyon sok meghatározás született arra is, hogy kik is a cigány, illetve sokan az elején minden Európában nomád életmódot élő, tehát lenne telepedett emberek, cigányoknak szólították. És az utolsó fogalmam a romológia, ami nem egy tudomány területet foglal magába, hanem több tudomány területet, melyeknek legfontosabb kutatási területet a cigány nép világa. Na most pont ez a meghatározás, hogy több tudomány területet foglal magába, pont ez a meghatározás tett az én dolgozatomat is elég széles körülvé, amiből meglátjuk, hogy mi lett az eredmény, és hogy kik foglalkoztak még ugye sztereotípiákkal és autosztereotípiákkal, ott Tauber István, Mencéni dr. Fekete Andrea, és ugye Winder Mátyás nevét lehet megemlíteni. Melyek voltak a céljaim és hipotéziseim? Ugye a legfontosabb célom egy általános képet nyújtani a román autó és heteroszteotípiájáról,
ezáltal megismerni a roma kultúrát és identitásukat. Felsoroltam a hipotéziseket, például az egyik, amit megemlítenék, hogy a felső oktatásban részesült személyek, ugye azáltal, hogy esetleg többet tudnak a roma kultúráról, kevesebb előítélettel állnak úgymond feléjük. Melyek voltak a módszerek és eljárásaim, ugye három nagy fontos része volt, két kérdőíves, ezzel vizsgáltam a heteroszteratípiákat, tehát mit gondolnak egyetemi hallgatók és mit gondolnak iskolások a cigányokról, illetve a harmadik részben Boldosi Józsefnek a műveit elemeztem, ugye Boldosi József egy cigányíró, ezt kell tudni róla, és ugye a cigány telepet mutatja be írásaiban, és ezáltal, hogy mit gondolnak saját magukról a cigányok. Tehát sztereotípiák és előítéletek az egyetemi hallgatók körében, ugye inkább az ábrát mutatnám, a sztereotípiák közül lehetett nekik jelölni, hogy mit is gondolnak ugye a romákról legtöbben, és 12,34%-a még mindig azt gondolja, ugye az a köztudatban is él, hogy munkakerülőnek, ugye a cigányok, illetve a szegények. Kevesebben gondolták azt, hogy gyermekszeretőre, illetve bátrak lennének. Nagyon-nagyon fontos még ugye, hogy vidáma, illetve jó szívűek is. És volt egy kérdésem, amit feltettem, mert engem érdekel a téma, tehát maga az, hogy romológia szakot szeretnének-e az egyetemi hallgatók itt az egyetemben, és egész nagy mértékben kijött az, hogy igen. A sztereotípiák és előítéletek az iskolások körében, ugye a diákok több mint a felének van cigány ismerőse, vannak cigány osztálytársai, barátkoznak is szívesen cigányokkal, viszont azt már nem nagyon szeretik, hogy apattársuk cigány. Illetve ami érdekesnek jött, és megjegyezném, hogy saját osztályomban volt egy kislány, 17-en voltak, egy jó a kislány köztük, és furcsa módon nem vették észre rajta, hogy cigány, pedig barna bőrű volt, csak nagyon jó tanuló volt, jól öltözött, nem volt piszkos, nem beszélt csúnyán, nem? És kezdtek cigányozni, és akkor beszélgettem velük, hogy ez így nem jó, mert lehet, hogy valakit megbántanak, és akkor az egész osztály. Hát de nincs is köztünk cigány, tehát ez nagyon furcsa, hogyha nincsenek rajtuk azok a jegyek, amelyek úgymond azt élnek a köztudatban, akkor nem is gondolják a kisiskolások, hogy ők cigányok. És ugye itt megkérdeztem tőlük is, hogy szeretnének-e tanulni a cigányokról, akik kevesebb. Ami még érdekes, hogy a lányok, tehát a nők ugye pozitívabban viszonyulnak a cigányokhoz, mint a férfiak, illetve annak minél nagyobb korosztályban van már egy iskolás, annál jobban van áll a cigányokhoz. És akkor jön az irodalmi rész, tehát Boldosi Józsefnek ugye három kis regényét vizsgáltam, Cigány Mózes, a Glóriás volt az első, Dac volt a második, Cigány Mózes volt a harmadik, ami három külön kis regényből áll, és ugye mind a háromban a cigányok szerepelnek, az a főszereplőjük, és nagyon-nagyon fontos azok a motivumok, amelyek megjelennek a regényben, a fölülemelkedés, a kitörés, az előítéleteken való túllépés motivumai. Ugye megjelennek azok az általános problémák, amelyek a cigányoknál is, a szegény-gazdag ellentétpárok, a fenyegetettség érzése, az önvédelem szükségessége. Ugye ezek a szereplők, akik szerepelnek a regényekben, mind szegények, el lehet mondani róluk, családjukat szerető, jó zenei érzékkel rendelkező, babonások, érzékenyek, de van közöttük ugye tolvaj, lusta, munkakerülő és piszkos is. Tehát mint azok az általános sztereotípiák, amelyeket gondolunk róluk, és akkor idéznék egy párat, például jellemzi még őket az erkölcstelenség. És akkor van ott, hogy mezítelenül jön ki a konyhába a cigány nő, ugye ott van az egész család, ő mezítelenül jön ki a konyhába, illetve az elégedetlenség. Nagyon sokszor elhangzik a regényekben, hogy miért vagyunk mi szamaras vízfordulók, vagy miért vagyunk mi cigányok. És akkor tovább gondoltam a magát a kutatást, nagyon-nagyon sok tovább gondolás van, aztán meglátjuk, hogy mi is jön ki belőle. Ugye nagyon fontos, hogy nagyon jól leírjuk, hogy milyenféle heteroszteratípiák és autoszteratípiák léteznek, még többnek a gyűjtése, ugye egy konkrét kutatási területet behatárolni, vagy a vég cigányokkal, ugye amivel Boldosi József is ír műveiben, vagy a bihari cigányokról,
A cigány irodalom nagyon mérő kutatása, és nagyon-nagyon fontos lenne. És amivel zárnám, Holdosi József idézettel, azt írta a Cigány Mózes című kötetének az elején, hogy itt talált egymásra apám, Holdosi József segédmunkás, és anyám, Kányási Margit betanított munkás. Életüket meghatározta az utca, a falu szívéből számkivetettek világa, ahol együtt élt cigány, cseléd, napszámos és kommunista. Ez az utca ölelt magához el, engemeti születésemtől, feltárt a sebeit, szeretett, becsapott és kiválasztott magából. Apám 30 évesen meghalt, anyám egyedül nevette fel öcsémet is engemet. Magyar történelem szakos tanár vagyok. Tehát nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy megismerjük a cigányok kultúráját, ahhoz, hogy esetleg segíteni tudjuk, és magyar nyelv és irodalmi tanárként pedig már egyfajta cél előttem, hogy esetleg felzárkóztatni ugye a cigányok